A Ferencváros kiverésével a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé jutott, az MB2-ben jelenleg már 30 gólnál járó és második helyen álló Kisvárda, amely tavaly az utolsó pillanatban maradt le az élvonalról, kispadjára pedig a DVSC korszakos mestere ült le a nyáron. Kondás Elemér vezetőedzőt kapcsoljuk már is. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a tévénézőit! Elemér, tavaly ugye még Révész Attilával az utolsó fordulóban dőlt el, hogy a csapat nem jut fel az NB1-be. Nagy volt-e a csalódás a nyáron Várdán? És egyáltalán neked ez mit jelentett? Arra számítottál, hogy az élvonalban kell átvenni majd a csapatot? Nem, abszolút nem volt csalódás, és mind a két esetőségre fölkészültünk. Igazából talán jó is az, hogy nem jutott fel a Kisvárda. Egyrészt újonc csapatként mindig valahol albéletbe kellett volna játszani, ezt tudjuk nagyon jól, még egy stabil NB1-es csapatnak is nehéz megoldani. Látjuk az elmúlt években több olyan csapat idegenbe és albéletbe játszott, és nem úgy mentek az eredmények, tehát nagyon nehéz lett volna, viszont jövőre elkészül a stadion, tehát hogyha úgy alakulnak az események, akkor minden adott lesz ahhoz, hogy a csapat esetleg az első osztályba játszon. Neked szakmailag mennyivel volt más ez a feladat, nehezebb vagy könnyebb? Mind a két osztályban dolgozni kell, tehát nyilván jobban szerettem, hogy az első osztályban lett volna a csapat, de mondom, erre is fölkészültünk, hogy mi van akkor, hogyha nem jut fel a csapat. Én ugyanolyan vehemenciával álltam munkába, mint hogyha az első osztály lett volna. Egy biztos, hogy a keretből sokan elmentek, ugye a Balmazújváros ellen NB1-et bukó kezdőből megszámoltam, már hatan nincsenek a csapatnál. Köztük voltak bűnbakok, vagy nem ilyen egyértelmű a helyzet, nem erről van szó? Szó se volt itt bűnbakokról, tehát nem így kezelte a klubvezetés ezt a harmadik helyet, úgyhogy ez abszolút nem volt csalódás, elégedettek voltak a játékosok teljesítményével, nem azért mentek ezek a játékosok, volt amelyik már el szándékozott menni, volt aki nyilván a klubnak az elképzelésében az volt, hogy fiatalabb játékosokat igazoljanak, és próbáljunk a jövő felé nézni, úgyhogy ilyen okok voltak csak abban, hogy távoztak játékosok. Ez a mostani csapat szerinted erősebb a tavalyinál? Hogyha össze akarod a kettőt vetni, akkor karakterében, jellegében mi a döntő, lényeges különbség a két év között? Az igazság, hogy az előző csapatot annyira azért nem ismertem. Tehát jó néhány mérkőzésen kint voltam, néztem őket, de annyira nem ismertem őket sem emberileg, közelebbről, sem úgy játékban. Nyilván voltak elképzeléseim, mert egyébként a futballból ismertem őket, de nem dolgoztam velük. Egy új csapat alakult itt ki, tulajdonképpen a fél keret kicserélődött a nyáron, tehát azt mondom, hogy még forrásban ez a csapat, még csiszolódik, de úgy néz ki, hogy elég jó irányba haladunk. Hát nagyon úgy néz ki, még mindig inkább a bajnoki szereplésnél maradva, mindjárt majd a kupára is rátérünk, 14 mérkőzésen 30 gólt szerzett a Várda. Minek a következménye ez a rendkívüli eredményesség? Ez következik abból a elképzelésrendszerből, koncepcióval, amivel nekiálltál ennek a munkának? Így van, tehát hogyha megnézzük a korábbi eredményeket vagy mérkőzéseket, tehát én igazából támadó futball híve vagyok, tehát szeretem azt, hogyha a csapat játszik és megy az ellenfél kapuja elé, és mindig minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy meg akarjuk nyerni. Tehát nem X-be gondolkodunk, hanem a győzelembe gondolkodunk, és rengeteg kapujáti szituációt gyakorlunk az edzéseken, a támadásvezetéseket, és partnerek ebben a játékosok, és nyilván rengeteg, általában a mérkőzéseken több helyzetet kialakítunk, van, amikor sikerül belőni, van, amikor nem. Talán a Nyíregyháza mérkőzés volt az, amikor olyan igazi nagy helyzetet nem sikerült kialakítani. Mi most a csapatodnak, ennek a Kisvárdának az igazi erőssége így forrásban levő állapotában? Az igazság, hogy nagyon jó közösséget alkotnak, és én azt mondom, hogy nagyon fontos az, akkor tud egy csapat sikeres lenni, hogyha egy jó közösséget alkot, és a srácok nagyon együtt vannak, segítik egymást, szeretnek dolgozni, hisznek a munkában, és tulajdonképpen ez adhatja az alapot. Elemér, a Magyar Kupa mennyire volt lényeges a bajnoki szereplés mellett? Hogyan álltatok a kupa menetelésnek a szezon elején? Megfogalmaztatok-e célokat?
Nyilván az előző mérkőzésen a BKV előréhez mentünk, egyértelmű cél volt az, hogy tovább kell jutni. Most, hogy megkaptuk a Ferencvárost, úgy voltunk vele, hogy ez egy ajándék mérkőzés, fölfogtuk egy tesztnek. A Ferencváros soha nem volt még Kisvárdán, nem játszott még a kisvárdai csapattal sem edzőmérkőzésen, semmilyen formában. Ez volt az első mérkőzés, hogy Kisvárdára látogatott a Ferencváros. A környékbeli településeken már volt, de Kisvárdán még nem. És hát ez egy olyan mérkőzés volt, ami ajándék volt a játékosoknak tulajdonképpen. Ilyen módon, amikor kiderült, hogy a Fradival sorsoltak össze ilyen korán, akkor te ennek inkább örültél? Nem peknek gondoltad? Hát vegyes érzések voltak bennem, mert úgy voltam vele, hogy jó lenne azért még tovább menni, mert hát természetesen én azon vagyok, meg hát nyilván a csapat is, hogy ameddig lehet azért megyünk a kupába is. Tehát vegyes érzés volt, hogy hát kaphattunk volna könnyebb ellenfelet is, viszont azt gondoltam a másik részről, hogy egy szép számú közönség előtt játszhatunk egy jó mérkőzést. Horváth Zoltán a mérkőzés után, a győzelem után azt mondta, hogy az döntött, hogy megvalósítottuk, amit a mester kért tőlünk. No, hát mit kértél a csapatottól, a játékosoktól? Mi volt az elképzelésed, hogy mivel kell és lehet megfogni ezt a Ferencvárost? Tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy bátran merjenek játszani. Nyilván a mérkőzés taktikájában fontos volt az, hogy együtt mozogjunk, a védekezést nagyon fegyelmezetten oldjuk meg, és amikor labdát szerzünk, akkor pedig bátran támadjunk, és menjünk az ellenfél kapuja felé. Nyilván labdavesztés után pedig a gyors visszalendőzés volt a célunk. Ezt nagyon jól megoldották. A srácok bátran mertek játszani, bevállalták azt, amit tudnak. Na most jól ismered a Fradit, sokat meccseltél ellenük még az élvonalban is. Milyen benyomásaid voltak erről a Kisvárdán látott Ferencvárosról, erről az idei csapatról? Milyenek láttad őket ellenfélként? Most azt mondom, hogy láttam korábbi mérkőzéseiket is. Tulajdonképpen vegyes érzéseim vannak. Van, amikor jobb mérkőzéseket játszottak, van, amikor egy kicsit gyengébbet. Most úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen meg tudtuk őket fogni, és nem hagyjuk őket kibontakozni. Tehát te nem mondanád azt, hogy a Fradi váratlanul keveset produkált, hanem sokkal inkább a telepohár vagy üres pohár ügyben az a reálisabb, hogy ti játszottatok maximális odaadással, és ezért nem engedtétek jobban kibontakozni a Fradit? Így van, én úgy gondolom, hogy ez így történt meg. Annak ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút komolyan vette a Ferencváros a mérkőzést. Jogos volt a büntető? Megadják ezt olasz és angol bajnokikon is? Láttunk már ilyet is, olyat is tulajdonképpen. Láttunk már olyat is, ami tulajdonképpen semmiért adtak büntetőt. Láttunk már olyat is, hogy százszerzegos büntetőt nem adtak meg. Most ezt nehéz eldönteni. Visszanéztem én is, volt, amikor rajta volt az Otikba keze, meg átölelte a Horváth Zolit, volt, amikor nem. Attól függ a játékvezető, hogy ítélte meg az adott pillanatban. Viszont előtte is volt már egy olyan szituáció, ami esetleg úgymond necces volt, mert hogyha a Batik, amikor megfogta a kiugró csatárnak a kezét és rángatta, ott elesik, akkor lehet, hogy piros van, és nem biztos, hogy büntető, mert akkor még lehet, hogy kívül volt, de akkor lehet, hogy egy piros lap van, kis kiállítás. Na most, mester, azt mondnák, hogy úgy fest, hogy a sors valamit komolyan szeretne a kupában ebben az évben a Kisvárdától? Mert a sorsolás valami ilyesmit mutat, nem? Megint egy NB1-es csapat. Igen, tegnap néztem, igen. Hát kaphatunk volna a könnyebb ellenfelet, megmondom őszintén. Abba bíztam, hogy esetleg egy könnyebben elkerüljük az NB1-es csapatokat. Viszont így, hogy a Puskás Akadémiát kaptuk, megint ez egy erőpróba lesz, egy felmérő lesz a számunkra. Egy első osztályú csapattal találkozunk, egy masszív szervezett csapat, úgyhogy ez is egy jó próba lesz a elkövetkező évre. Kisvárdán megjött a kupa étvágy? Hát nem tudom igazából, mert lejátszottunk eddel a mérkőzést, utána megcsináltuk a regenerálást, és tegnap szabadnapot adtam, majd most fogok indulni Kisvárdára. Úgyhogy nem tudom, hogy ott milyen a hangulat a közvéleményben, de tehát mi a közvéleménynek az elképzelése, de hát nyilván addig megyünk a kupába, ameddig lehet. A bajnokságra visszatérve a végén, mit érhet ez a győzelem a mindennapokban? Például önbizalmat adhat a fiúknak az MTK üldözésében?
szerintem mindenképpen, tehát egy Ferencváros ellen játszottak, és meg tudták mutatni, hogy mire képesek, és abszolút partiba voltak a Ferencvárossal, sőt azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen jobbak voltunk, mint a Ferencváros. Azt tudjuk nagyon jól, és maradunk a földön, tudjuk nagyon jól, hogyha 10 mérkőzést játszanánk, akkor nem így alakulnának az eredmények természetesen. De ez egy-egy mérkőzés volt, ezért van érdekes pikantériája ezeknek a kupa mérkőzéseknek, mert bármi előfordulhat. Egy mérkőzésen belül bármi előfordulhat, attól függ, hogy melyik csapat éppen milyen paszba van az adott pillanatban. Ez a mostani mérkőzés ez így alakult. Ezen a mérkőzésen jobbak voltunk a Ferencvárosnál, jobban meg tudtuk valósítani az elképzeléseinket, de biztos vagyok abban, hogyha még egyszer játszanánk, akkor az már nem így alakulna az a mérkőzés. Mester, további jó munkát kívánunk neked. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szervusz! Köszönöm szépen az érdeklődést!